Sok boltban már novemberben elkezdődtek a karácsonyi akciók, a statisztikák szerint azonban ez nem segít az embereknek az ünnepre hangolódásban. Sőt, a tömegek látványa mindenkire kihat, ezért az egész évfeszültsége ilyenkor tetőződik. Ilyenkor a hétköznapi konfliktusokra is sokan a szokásosnál jóval érzékenyebben reagálnak először azzal kellene kezdeni, hogy valahogy ennek a, ennek a megfelelési kényszernek a feszültségét vegyünk, vegyük le magunkról. Hogy ne arról szóljon az ünnep, hogy mindennek tökéletesnek kell lenni, hogy, hogy minden ételnek azonnal ott kell lenni, hanem sokkal inkább arról, hogy egy kicsit együtt legyünk, hogy egy kicsit lecsendesedjünk. És például ezekhez a lecsendesedésekhez az, hogy befelé figyelünk, hogy akár meditálunk, vagy relaxálunk, vagy elolvasunk egy jó könyvet, minden olyan, ami, ami egy kicsit ezt a felgyorsultságot vissza tudja csillapítani azt tud segíteni abban, hogy a stressz szintünk is csökkenjen. A piac és profit oldalán közzétett kutatás eredménye azt mutatja, míg 30 évvel ezelőtt a megkérdezetteknek csak a 16,5%-ának jelentettek stresszforrást a karácsonyi reklámok, addig idén már majdnem 48%-uk érzékelte annak. Hasonlóan nagyot ugrott a pénztárnál való sorbanállás is. Ilyenkor azonban nem csak a stressz jelentkezik nagyobb mértékben, sokaknál ez átválthat depresszióba is. Az évnek ezen időszaka nagyon ö, megterhelő lehet azok számára, akik vagy valamilyen veszteséget éltek át mondjuk akár ebben az időszakban, vagy mondjuk ö, olyanok számára, akik egyedül vannak, akik nem tudnak csatlakozni másokhoz, akiknek a meghitség az mondjuk nem kivitelezhető, vagy amiatt, mert magányosak, vagy amiatt, mert ö, esetleg egyedül maradtak és emiatt a depresszió ö, is megnövekedhet, de főként így a, a magányossággal összefüggésben lehet ezt észlelni. Egy kis odafigyelés sokat segíthet. Ha tudjuk, hogy a szomszédban idős ember lakik egyedül, menjünk át hozzá beszélgetni, vagy vigyünk egy kis süteményt jelképesen. Érdemes azonban figyelni a jelekre. Ha súlyos fokú depressziót tapasztalunk valakin, mert negatív gondolatokat hangoztat, érdemes szakember segítségét kérni, hogy kiderüljön. A melankólia csak a karácsonyhoz kapcsolódik, vagy tényleg klinikai esetről van szó.